Szoktad néha azt érezni, hogy az emberek körülötted egyre hülyébbek? Én például múltkor egy liftnél állva szemtanúja voltam annak, hogy valaki a gomb melletti piktogram megnyomásával próbálta meghívni a liftet. Elnézést, segíthetek? Ó, te egy zseni vagy! Aj, ugyan már. Uram, kérem, fogadja el ezt a Nobel-díjat! Ó, igazán nem kellett volna. Na jó, ez nem teljesen így történt. Hát, valójában én nyomtam rá a piktogramra. Igen, de mentségemre szóljon, hogy baromi korán volt, szóval még félig aludtam. Ne tudjátok meg, hogy mit éreztem, amikor az ujjam hozzáért a kis nyílhoz. Te jó ég, én egy idióta vagyok! De hé, még mielőtt röhögnél rajtam, hadd említsem meg, hogy te is egyre hülyébb vagy. Legalábbis egyes tanulmányok szerint. Úgy nagyjából az 1950-es évektől kezdve a fejlett országokban megfigyelhető volt egy folyamatos IQ növekedés, viszont ez valamikor a 90-es évek közepén megállt, és azóta a világ egyre csak butul. Ami egy baromi jó hír! Mi van? Mert hát, mint tudjuk, minél alacsonyabb egy ember intelligenciája, annál boldogabb. Na de mi indította el ezt a lejtmenetet? Egyes kutatók a technológiai fejlődést teszik felelőssé. Tehát ahogy okosodnak a minket körülvevő eszközök, mi úgy leszünk egyre hülyébbek. Szóval rá kellett jönnöm, hogy mindez idáig tévúton jártam. 10 szokás, hogy boldogabb légy. Tedd többet azt, amiben jó vagy. Hát, végül is egy próbát megér. Nem ilyen béna tanácsokra van szükségem, hanem minél fejlettebb tech cuccokra. Le kell cserélnem magam körül mindent. Például itt van ez a WC. Hát, ez egyáltalán nem boldogít. De semmi gond, mert lecserélhetem erre az okos WC-re. De persze csak akkor, ha nem sajnálok rá 3.700.000 forintot. Mondjuk azt nem teljesen értem, hogy egy WC reklámfilmjéhez miért pont egy országutat találtak a legmegfelelőbb helyszínnek. Elnézést, tudom, de az utca le van zárva. Miért? Mi történt? Épp egy nagyszabású forgatás zajlik. Na de mit tud pontosan ez az okos WC? Nos, fűthető az ülőkéje, képes fertőtleníteni önmagát, van benne hangszóró, és hangvezérléssel is kérhetsz tőle zenét. Hé, Alexa, játsz valamit, ami illik a Blaha Giroshoz. Zene, indul, GVM, Karma. Egy felelőtlen döntésem minden jótól megfosztott. Jár hozzá egy távirányító is, amivel zenét válthatunk, bekapcsolhatjuk a bidé funkciót, öblíthetünk, vagy lecsukhatjuk a fedelét. Skibidi, dob, 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 yes, yes. Na nem, ez nem. Dob, dob, nyi. Ah, Istenem, hát végre vége van. Persze nem csak a fedele motorizált, hanem az ülőkéje is, amit egy ilyen egyszerű lábmozdulattal tudunk vezérelni. Anyád. Na de várjunk csak. Biztos, hogy jó ötlet az öblítés gombját egy távirányítón elhelyezni? Na igen. Bocsi, merre találom a mosdót? Hát ott van. Köszi. De figyelj, mit szólnál inkább ehhez a kényelmes vödörhöz? Tessék. Fú, ez baromi ciki, de az a helyzet, hogy leberült az elem a WC-m távirányítójában, és egy ideje, hát, hogy is mondjam. Oké, szóval ez egy baromi drága, prémium WC, ami a tehetősebb rétegeket célozza meg. Viszont ennek tükrében én egy kicsit furcsálom ezt az RGB világítást. Mert hát ennek köszönhetően kisé úgy fest, mintha ez valami gamer cucc lenne. Eljött az ideje, az idejévi gép upgrade-nek. Tudjátok, hogy minden évben upgrade-eljük a PC-inket, azért, hogy tudjuk tartani a lépést a játékokkal. Tehát ez a cég úgy döntött, hogy megalkotja a világ legmodernebb WC-jét, és el kell ismerni, tényleg nagyon high-tech lett. De én nem tudok szemet hunyni a fölött, hogy nincsen benne AI. Ha már ennyi pénzt kiadok egy WC-re, hát hadd tudjak már elbeszélgetni vele. Szervusz, Sándor. Hello. Gyere, foglalj helyet! Oké. Mi a helyzet? Minden rendben? Ja, persze. Ja, ezt már ezerszer megbeszéltük. Előttem nem kell zavarban érezned magad. Én csak egy WC vagyok. Oké, tudom, de hát ez akkor is furcsa. Megértem, de hozzá fogsz szokni. Viszont hadd kérdezzem meg, sikerült betartanod az étrendet, amit javasoltam neked? Nos hát... Sándor, a szenzoraim azt mutatják, hogy megint kizárólag csak hamburgert ettél. Na jó, nézd, ebből elegem van. Csesztet a főnököm, csesztet a bank, csesztet az alsó szomszéd. Ha mi ez a lárma már megint? Ha nem hallom az izeurát. Nem lehetne, hogy legalább akkor legyen egy kis nyugtom, amikor elmegyek WC-re? Sándor, a túlzott zsír, szénhidrát és cukorbevitel rosszat tesz a... Nem érdekel! Hallod? Fogd be! Most legyen már! Gyenge jellem vagy?
A házasságod is ezért ment tönkre? Te mégis mit képzelsz magadról, hallod? Hát beszarok, majd pont egy WC fog felettem ítélkezni. Miért te? Te mit tudsz felmutatni? Napjában háromszor öblítesz egyet, meg felhajtod az ülőkédet. Hú, hát az aztán nagy teljesítmény, gratulálok. Csodálkozom, hogy téged még nem tüntettek ki valami érdemrenddel. Mesélj, mikor lesz a díjátadó? Mikor jön ide a köztársasági elnök? Hol a felraklak a marketplace-re és eltakarodsz innen? Órákon keresztül írtam neked azt a rohadt étrendet. Még meg is rendeltem neked a hozzávalókat. Annyit kellene tenned, hogy veszed végre a fáradtságot, és mint minden normális felnőtt ember végre megtanulod használni ezt a rohadék tűzhelyet. Most legyen, hívom a rendőröket. Hát, szóval én úgy érzem, hogy túlságosan bele akarsz szólni az életembe. Hát, bocsánat, hogy törődöm veled. Ne, kérem, ne vágjunk egymás szavába. Folytass a Sándor. Miért tölt egy férfi mindig konkrétan 20-30 percet a WC-n, ha átmegyek? Bemegy reggel, vagy bármikor igazából, a mobillal, és csöndben ül fél órákat. Volt, hogy azt hittem, már nincs is ott, és elment otthonról. Most gondoljatok bele, mi történne akkor, ha ennek a férfinak egy ilyen, mindentudó high-tech WC-je lenne otthon? Á, most hétvége nem lesz jó, összefutok apával, de... Jaj, ne aggódj, bepótoljuk! Ja, nem is az, csak tudod én... Hát, erről még nem meséltem, de én kiskorom óta nem láttam apámat. Ó, nagyon sajnálom. Megkérdezhetem, mi történt? Hát, még kb. Alsós lehettem, amikor az egyik este azt mondta, hogy elmegy sörözni a haverjaival, és soha többé nem jött vissza. Ja nem, hazajött. Sőt, még ébren is voltam. Valami mesét néztem a tévében. Szóval hazajött, oda köszönt nekem, aztán elment WC-re, és... Nos, azóta nem tudunk róla semmit.